Karbantartási munka kezdődött meg a tegnapi napon a kecskeméti fürdő szauna világában. A szauna világ várhatóan 3 hétig nem lesz használható. Ezen időtartamnak megfelelően a szauna bérletek 3 héttel történő meghosszabbítására lehetőséget biztosítanak. A szauna bérletek meghosszabbítását a fürdő nyitvatartási idejében a jegypénztárban lehet jelezni október 31-ig hétfőig. Augusztus 29-én pedig a fürdőmedencéinek karbantartása kezdődik meg. Az előző évek gyakorlatának megfelelően, illetve a pandémia előtti évek gyakorlatának megfelelően visszaálltunk a szeptemberi kötelező éves karbantartási munkákra. Ez most az idejében konkrétan augusztus 29-én hétfőn fog elkezdődni, és szeptember 12 hétfőig tart tervezetten, de előfordulhat az is, hogy olyan ügyesek lesznek a kollégák, hogy előteljesítenek a karbantartási munkákkal, és akkor hamarabb meg tudunk nyitni. A zárvatartás alatt komplex karbantartási munkálatok zajlanak jövő héttől a gyógyászati és wellness részlegen, illetve a fürdőmedencéinél. A medencéket leengedjük, a medencetesteket átnézzük, a csempéket szükség esetén pótoljuk, javítjuk, illetve a vízgépészetnek az ellenőrzése is ilyenkor történik. A zárvatartás alatt a fürdőzni vágyók a szomszédos szabadtéri kecskeméti élményfürdő és csúszdaparkot, azaz a strandot használhatják majd. Ahol az összes fürdőbérvényes bérletet kivéve a szauna bérletet elfogadják. A strand a fürdővel megegyező nyitvatartási rendszerint reggel 6 és 21 óra között lesz látogatható.